én 24 éves korom óta úgy élek, hogy tényleg járok erre a világba bicikivel. Én nem bírom felvenni ezt a ritmust, ezt a életet, ami van. Nekem már nincs iskola végzettségem, már nem is lesz. Próbálok úgy élni. Területeket tudok gyorsan beingázni, és nagyon sokszor az jó, meg hát mire gyalogolok, annyit egy gyalogkakuk. Nem akarok úgy állni, hogy a többi társam alig, mind nyomorult, meg nyomorék, rossz véléget, és taroncs az egész. Megszokott látvány lett az embereknek, amikor megy az ember az úton, és mindenhol szemét hevel. Hát ezek emberek sokasága most. Ahogy a szemét mellett, úgy az ember mellett. Már megszokott látvány ez. Sajnos. Elsősök voltunk, volt egy ilyen tévésorozat, valami Pész kapitány volt az a versenyoktós. Azóta én megpróbáltam, és mondták a felnőtt emberek, hogy ahhoz mérnöknek kell lenni, tanulni kell, nyomtam, én az akartam lenni. Én 18 éves koromig bezártan értem. Én azt sem hittem volna, hogy még rajtunk kívül más emberek is léteznek. Olyan szinte zártan értem. 18 éves korom volt rám, de ott csak a központom. Én csak csodálkoztam, hogy ilyen a világ. Általános iskolás voltam, ugye 7. osztály is már volt, jött a pályázás, választás, nagy buzgón, én pilóta leszek, pilóta leszek, pilóta, pilóta, pilóta. Akkor közölte velem az osztályfőnök, hogy tényleg kész ez, hát ez állami level otthon volt, és volt választási lehetőség, vagy vájárnak mész, vagy lakatosnak. Az meg mi. Hiszek, nem hiszek, az, hogy Isten, az csak, hát olyan, mint azt mondja valaki, hogy tündér. Mi az, hogy tündér? Mi az, hogy Isten? Ki ez? Mi ez? Az Isten, de ő, én vagyok az Isten, ő az Isten. Mi emberek istenek vagyunk. Mi magunk vagyunk alkotóképesek. Az, hogy Isten nincs, te vagy a saját magad istene, meg az a Isten, aki neked segít, én, mint barát.
vagy teljesen volt idegen, akkor aki elvállal elsőve vagy olyan helyzetbe kerül, oda megyek hozzá, segítek, mint embertárs, segítek. Ettől vagyok Isten, ettől vagy te Isten, ettől vagy minden Istenek. Ettől vagyunk az egész univerzumban, mint emberek különlegesek a szervezetünk által. Évtizedes betegsége, hogy nekünk ilyen komoly múltunk van, hogy az öngyilkosság hányad osztályán állásában, hát élen járunk még mindig. A magyar nemzet az nagyon lelkis nemzet, lelki beteg nemzet vagyunk itt, sajnos. És egy nemzet, aki nem lelki beteg, mert azt, aki nem tudja, hogy mi ez, mikor valakinek a lelkét, akár egy hazugság, akár egy átverés, egy becsalás, mert amikor már lelket megsérül az embernek, az olyan hatalmas fordulatot vesz a gondolkodásában is, hogy sejtett, magyarul egy hatalmas csalódás éri. Ez olyan, mint a sakkba a sakkmat. És ez, aki gyenge jellem, az belebukik, meghal. Vagy ha nem hal, mert megcsonkítja magát, ami viszont megbűn. Hálni kell a salat, ismese. Ez az életnek a lényege. Nem félünk hidegtől, nem félünk ettől, nem szabad megfutamodni semmitől. Ez a lényeg. Gyengék elhullanak az állatvilágban is. Én nem ismerek, mert a boldogság az nem van a bőrön. Az boldogság. Én azt mondom, a boldogság az azt inkább elégedettségnek nevezném. Itt a Földön csak erről tudunk beszélni. Nekem a nagyon-nagyon nagy elégedettség az nem találkozok rendőrrel, nem szemültelik rám senki, nem tudok senki, nem lát meg senki. Ezt így megúszom, cserébe igaz, hogy bujkálva kell közlekednem, és még mindig megáll az ember. Amikor a gúz fekszem le, hogy elégedett voltam a mai nappal. Thank you.